Köszöntöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat! Régi fotográfiáim és ami mögöttük van. Ezzel a címmel jelent meg album Torjai Walter fényképgyűjteményéből. A szombathelyi művészettörténész, festőművész, gyűjtő szenvedélye és régi korok iránti érdeklődése közismert. Az embernek már-már az az érzése, hogy otthonosabbnak érzi a letűnt világot, mint a jelent, amelyben él és dolgozik. Frissen megjelent kötetében több mint 30 éve folyamatosan gyarapodó fényképgyűjteményéből válogatott. Családi fotók ugyanúgy szerepelnek benne, mint aukción vásárolt, sok esetben ismeretleneket ábrázoló képek. Ami összeköti őket, hogy 1858 és 1914 között készültek, és néhány kivételtől eltekintve egykor élt embereket örökítenek meg. Erről a különleges és értékes gyűjteményről beszélgetünk ma. A vendégem Torjai Walter, festőművész, művészettörténész, szeretettel köszöntelek. Ha megengeded, akkor ennek az új kötetnek a bevezetőjéből, pontosabban előszavából idéznék, amelyet Fogarasik Lára fotótörténész, etnográfus írt. Így szól. A képek megőrzése értékmentés is természetesen, de a gyűjtő szenvedély lélektani magyarázata itt sokkal inkább az, hogy Torjai Walter szeretne visszautazni az időben. Megérteni, megérezni valamit abból a korból, atmoszférából, szokásrendszerből, ami a képen látható férfiak és nők életét meghatározta. Miért szeretnél visszautazni az időben? Hát nézd, végül is, hogyha azt nézem, hogy a családom egykor annak egy része, ugye, mert azért inkább az édesapám oldaláról, de azért részt vettünk az országos életbe, politikába, udvarházaink voltak. Tehát valami más volt. Tudod, valahogy azt gondolom, hogyha én mondjuk olyan 1870-80 körül festek, több lehetőségem lett volna arra, hogy megmutassam a munkáimat. De nem is ez talán a legfontosabb, hanem ha valaki nem foglalkozik, vagy nem érdekli azt, hogy kik jártak előtte, akkor az azt szerintem jóval szegényebb lesz. Tehát meghatározza az embert valahol az, hogy kik voltak az ősei. Ezt ma persze kevés embertől hallom, mert ez már egy olyan mentalitás, ami félig meddig a múltba süllyed teljes mértékig, de én elmondhatom azt, hogy tulajdonképpen, hogyha a monarchia idejét nézzük, az édesapámat, édesanyámat, akkor én szinte az egész Magyarországot képviselem, nemzetiségi szempontból is, meg társadalmi szempontból is. Ugye apám részéről középnemesség, arisztokrácia is van, meg a nagypolgárság. Édesanyám részéről pedig iparosok, parasztemberek, urasági cselédek, és én mindre nagyon büszke vagyok. Egyformán. Tehát akkor te nem a mai divatot vagy trendet követed, amikor a múltat kutatod, mert hogy ma tulajdonképpen ennek divatja van, ezt mondhatjuk, hogyne. Hanem kezdetektől foglalkoztat téged a családod története és a családod múltja. De ugyanakkor azt is lehet róla tudni, hogy nagyon érdeklődsz például a régi korok milliője, például bútorzata iránt is. Több publikációd, könyved is megjelent már ebben a témában, például írtál a polgári ebédlő enteriőrökről a múlt századfordulón, aztán a szombathelyi Knébel Ferenc fotográfus fényképei jelenlévő műtermi berendezésekről, vagy jellegzetes ülőbútorokról a historizmus és a szecesszió időszakában. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy téged ilyen szempontból is érdekelnek a régi fényképek, hogy tanulmányozd ne csak az embert, vagy a családod tagjait, hanem azt is, hogy mi minden veszi őket körül, tehát a közvetlen környezetük hogyan jellemezhető. Nézd, igen, szóval ez tulajdonképpen ez mind ugyanannak a passziónak a része. Ugyanannak a szenvedélynek a része az, hogy én most régi székeket gyűjtök, régi fényképeket gyűjtök, régi gramofonlemezeket gyűjtök, a legrégebbi 1902-es. Mit tudom én, vannak régi csillárjaim, van mindenféle régi könyveim, annyi doszt. Egy a közös szó, régi. Tehát gyakorlatilag én azt a milliót, ami mondjuk a monarchia idejét teszi ki, vagy esetleg
esetleg még azért előtte a reformkor, és hát igazából a Horthy-kor az már engem kevésbé foglalkoztat. Tehát az az időszak érdekel engem, és szeretnék minél többet megtudni az akkori ember életéről, mert az teljesen más volt, mint a miénk. Tehát vannak bizonyos közös pontok, természetesen az ember létezésnek vannak meghatározottságai, de más volt az illem, mások voltak a szokások, más volt az egész meghatározottsága egy embernek. Említettem már, hogy családi fotók is vannak ebben a kötetetben, meg vannak máshonnan gyűjtött, máshonnan szerzett felvételek is, amikhez tulajdonképpen nincsen személyes kötődésed. De te például mekkora családi fotóalbumot örököltél? Nézd, tulajdonképpen az első világháborúval és részben a másodikkal mi mindent elvesztettünk. Nekünk volt azért Trianonnal gyakorlatilag nem csak az udvarházaink, meg a, mit tudom én, a házaink lettek oda, hanem mondjuk az ősök sírjai. Tehát amikor én visszamentem Felsőbányára, ugye ez Nagybánya mellett van, ugye ez királyi város volt, mikor mentem vissza 2005-be, hát nem voltak meg az ősök sírjai a temetőbe, egyet találtunk meg, az ükapámnak három fiatalon meghalt testvérének egy egész különlegesen régi sírját, ami még ilyen úgynevezett hasköves sír, ami azt jelenti, amit csináltak Erdélybe, hogy egy ilyen kőből faragott koporsó fekszik, és fölötte van a sírkő, még fölötte van egy ilyen fejkő is. Tehát ilyen, ez csak a nemesi temetkezésnél csinálták, és elsősorban Kelet-Magyarországon, Tiszántúlon. Tehát ezek a dolgok engem érdekelnek, persze, mert hát az akkori világ az egy teljesen más, és számomra sok szempontból vonzóbb világ, érzelmileg gazdagabbnak látom. Az emberek tartása más volt. Más volt férfinő kapcsolata. Tehát sokkal több volt benne a tisztelet, a kötelességtudás, a romantikus elem. Tehát amikor ugye Ortega y Gasset írja La Revoluciones de las Massas, a tömegek lázadása című híres könyvét a századforduló után, látnok volt. Mert a Gólyakönyve is kitűnő egyébként például. Látnok volt, mert meglátta azt, hogy háttérbe fognak szorulni a kötelességek, és előtérbe a jogok, és ennek nem lehet nagyon jó vége, mert hogyha valaki nem akarja elvégezni azt a dolgát, ami a társadalomból ráhárul, akkor annak előbb-utóbb meg lesznek a hátrányai, ugye? De onnan indultunk, hogy mekkora az a családi album, mert hogy ebben hát... a kötetben, akkor ezt azért elárulom, már megmutatni most nem tudjuk, hogy a legrégebbi fotó a szép anyádat ábrázolja, 1858-ból. Most az, hogy ez a fotó egyáltalán megmaradt, ahhoz az kellett, hogy a te őseid ezt féltve őrizzék. Hogyne? Hát nézd, én csak apámat tudom mondani, benne volt egy vaskazettában, benne voltak ezek, ami megmaradt, az a kevés a családunk. Tehát nekünk az iratainkból is nagyon kevés maradt meg, rengeteg iratunk volt, megvolt például, még a századfordulón megvolt, a 10. ősapám, vagy 11. most hirtelen, Bőrsei Budai István kuruc tábornoknak a kinevezése, és szegény dédapám, amikor Kassán volt tanfelügyelő a századfordulón, ugye Kassa még akkor magyar volt, és Kassán van eltemetve, ugye Rákóczi, hát leadta az ottani múzeumnak. Nagy kár volt, de hát lehet, hogy aztán ott megmaradt. Szóval sok mindenünk volt, de csak igazából néhány irat maradt, és a fényképek. A fényképek azok, hát igen, az 1850-es évekből már nagy valószínűséggel van egy-kettő. Ezeket évre pontosan belőni nem lehet. Tehát az 58 is lehet egy olyan hozzávetőleges évszám, nincs ráírva. Tehát ez csak úgy sejteni lehet, hogy az 50-es évek vége 60 körüliek lehetnek ezek az ambrotípiák. Ugye az ambrotípia az egy direkt fotó eljárás, mint a polaroid, csak egy ősi, ahol egy üveglapon van a kép, hátulról van még egy ilyen támasztó papír, gyakorlatilag egy van belőle, mert nincs negatív. Na most ebből jó párat lődöztek a Miskolci Amáliáról, a szép nagymamámról,
és ezekből megmaradt, de biztos, hogy több volt, mert ugye egy van a Kecskeméti Fotómúzeumban is, hogy hogy került oda, azt nem tudom, bár másfajta egy kicsit, mint amilyen milyenkek színezettek, az meg nem. Aztán hát van még egy pár ott papírfotó is, amiről látszik, hogy rettenetesen öreg. Az 1880-as, 90-es évekből már rutinszerűen vannak fényképeink. De például te ezzel a fotóval együtt mondjuk történetet is örököltél édesapától? Persze. Tehát szájról szájra hagyományozódva fennmaradtak családi történetek is? Igen. Sőt, nem csak szájról szájra, mert édesapám sok mindent tudott az idősebbektől, de azért, mint kiderült, azért sok mindent nem pontosan tudott. Tehát sok mindent nekem sikerült még megtudni. Hát ebbe aztán persze az internet nagy segítség volt. Tehát te ki tudtad egészíteni ki? Még a családi legendáriumot ki? Különböző ki? Információkkal. Ki? Bőven. Most beszéljünk arról, hogy te máshonnan is jutottál fényképekhez, nem csak ebből a családi hagyatékból. Milyen szempontok alapján válogatsz? Hogy szerzed be azokat a fényképeket, amelyek érdekelnek, és egyáltalán mi az, ami érdekel? Tehát mire fókuszálsz? Figyelj, ez a könyv ezt tökéletesen tükrözi. Tehát igazából vannak emberek Szombathelyen is, akik gyűjtenek fotográfiát. Vannak nagyon szép anyagok, de ezek az emberek, ezek csak ezt a területet gyűjtik, hogy Szombathely, Max Vas megye. Abba fantasztikusak. Na most én nem vagyok az ennyire. Tehát tulajdonképpen azt nézem, én egy első generációs szombathelyi vagyok. Van egy-két rokonom a szombathelyi temetőbe, de valójában édesanyám Sárváron született, apám meg kérlek szépen Gyulán, tehát a világ végén is nem is oda származott, hanem messziről származott, tehát gyakorlatilag én engem épp úgy érdekel egy kassai fénykép, épp úgy érdekel egy szegedi fénykép, egy tudom, hódmezővásárhelyi. Ami érdekel benne, megfogjon érzelmileg, ez nekem nagyon fontos, a gyűjtők többsége nem így működik. A gyűjtőknek az a fontos, hogy az a kép az ritka legyen, az a kép az attraktív legyen nagyon, az a kép az olyan legyen, hogy a többi gyűjtőtársnak csorog a nyála. Vagy híres embert ábrázolja? A híres ember az nagyon fontos, van, akinek már 262. Kossuth fotója van, nekem egy sincs. De nem is gyűjtöm Kossuth Lajost, holott, most elnézést kérek ezért, holott távoli rokonom, mert az egyik ősanyám Kossuth lány volt. De azért, ha felbukkanna valahol, nem mondanád, hogy nem. Hát, hogy odaadják, akkor persze, de hogyha lenne Széchenyiről fotó, annak jobban örülnék, mert én inkább ő benne hiszek. De viszont az, hogy Szinnyei Merse Pállól lehet saját különbejáratú fotográfián, vagy Gulácsi Lajosról, az nekem a festőnek, az egy irdatlan nagy dolog. És én sírtam, amikor rájöttem, hogy kitábrázol, és hogy én ezt megszerezhetem, és nem, drágám, mert nem tudták, hogy micsoda fillérekért odaadták. Tehát előfordul, hogy valami olyan ritkaságra bukkansz, aminek az értékét más nem ismerte fel? Így van. Uh-huh. Így van, nézd. Hát ne szépítsük, ez az igazság, amit most elmondok, hogy azért az, hogy valaki bármilyen gyűjteménybe komoly dolgokat, tehát nagyon komoly kollekciót, de sok pénz kell. Oda nagyon sok pénz kell, tehát a magyarországi gyűjtők többsége azért az nagyon jó módú. Ők általában szépen értenek, és a fotográfiához nagyon értenek hozzá, de nagyon jó módú, kiterjedt hálózattal, akik segítenek nekik. Ez az igazság. Még olyat is hallottam, nem feltétlenül fotógyűjtő, de még olyat is hallottam, hogy azért házasodott, mert hogy több pénze volt, és érted? Szóval egész döbbenetes dolgokat lehet hallani, tehát ez az, amit én nem. És de ez például mesél, de hogy ezt a Szinnyei képet például hogyan sikerült megszerezned? Hogyan jöttél rá, hogy ez egy fontos, tudod, értékes darab? Az egy nagyon érdekes dolog. Nekem van Mednyánszky rajzom, nagyon olcsó jutottam hozzá. Később az illető visszakad a vásáról, hogy nem adtam. Van Szinnyei fényképem, amit teljesen egyedi, a fia csinálta. Gulácsi fotóm, ami gyenge állapotú ugyan, de szignált. Van abból jó, de az nem szignált. Úgyhogy ezek mind fillérekért kerültek hozzám, és néha elgondolkozom, ugye én hívő katolikus. Hogy, tehát e világon túl is, hogy nem véletlenül egy kis ajándék volt a túlvilágról. Mert ezekhez így hozzájutni, hogy
Egy gulácsi kép fenn van hetekig egy internetes aukciónon, látja boldog-boldogtalan, és nem jön rá, rá van írva, hogy gulácsi. Nem nézi meg rendesen. Hát ez a másik, a Szinyei fotó a hátulján, rajta van Jernye, 1895, Félix, stb. Tehát ha valaki egy kicsit is ért a művészettörténethez, Jernyén volt Szinyeinek a kúriája, a fiát Félixnek hívták. 1809... Hát ebből már sikerült összerakni. És azért is nagyon izgi, mert körülbelül akkor kezdett újra festeni Szinyei. De akkor te abban is tájékozott vagy, hogy mondjuk a fényképek hátoldala, ami úgy hívnak, hogy verzó, milyen információkat tartalmazhat, és az is segít egy kicsit az eligazodásban. Például a műhelyek beazonosításában. Tehát te például ismered a korszak, a nagyjából a dualizmus korának jelentősebb műhelyeit? Persze. Vannak, akik sokkal jobban ismerik, de az az igazság, hogy persze, hogy ismerem. Hozzáteszem, hogy ez is egy kicsit túlzás, tehát mindenki Simonyit akar gyűjteni, Simonyi Antalt, meg mit tudom én, tehát vannak ilyen sztár fotográfusok, akik persze történelmi szempontból nagyon jelentősek voltak, meg tényleg gyönyörűek a felvételeik, meg nagyon sok frekventált felvételt készítettek, de ott van a Kozmata, ott van a Goszlet, valamivel később kezdtek, de azoknak olyan minőségi portrék vannak, hogy fantasztikus, és azzal fele annyit se, negyed annyit se foglal. Ott a Szombathelyi Knébel família. Most már azt kezdik pedzeni, hogy a Knébel Ferenc mennyire jó fotográfus volt, vagy a Farkas Géza. De még csak pedzik. Tehát igazából egy ilyen egyoldalúság, megint, bocsánat, ez most nem fog jól esni, lehet egy-két, egy kis kultúrsznobizmus van ebben. Mert engem tökre nem érdekel, hogyha megfog egy kép, hogy az mikor készült, hogy az ki csinálta. Nagyon sok olyan képen van, hogy még a fotográfus neve sincsen rajta. De egyébként hozzáteszem, hogy az egy külön mesterség majdnem a fotográfián belül, hogy a különböző műtermi tárgyakon keresztül azonosíts be mondjuk egy nem nevesített fotót, hogy melyik mester csinálta, mert a bútorokból be lehet azonosítani. Uh-huh. Tehát te a műtermi berendezést is már gyakorlatilag ismered, és annak segítségével meg tudod mondani, hogy valószínűleg kinél készült a fotó. Ez inkább úgy néz ki, mert azért ennyire nem vagyok profi, de van, aki igen, uh-huh, hogy ha van egy olyan fotó, ami nincs nevesítve, mondjuk az 1860-as évekből, amikor komoly szobaszerű berendezés van egy fotográfián, akkor az ember megnézi, hogy milyen a szőnyeg mintája, milyen az a szék, amit használnak. Szokott lenni valamiféle posztamens, annak milyen a mintája, vagy esetleg hátul a báboskorlátnak, milyenek a bábjai, és akkor abból nagyon sokat, vagy esetleg, ha van háttérfestmény, abból nagyon sokat lehet ám. Akkor téged azért segít a szakmád, úgymond, tehát a művészettörténeti ismereteid mindenképpen. Hát ezek nagyon sokszor úgy van kiírva, hogy fotográfus és festész, vagy festő. Tehát ezek sokszor művészi képzettséggel rendelkezik. Ugye az elsők között állítólag nagyon sokan voltak, akik festőkből lettek. Vagy festőből, vagy pedig kérlek szépen gyógyszer, patikusból. Az egyik az a kémia felől jött, a másik a művészet, így van. Igényelt ez a dolog. A papírképek, azok mikor jelennek meg? Mert neked már a korábbi időszakból is vannak képeid, azok tulajdonképpen előfordul, hogy nálad például üvegnegatívok landolnak, vagy hasonló más technikával készült? Hát nézd, az az igazság, hogy most ez egy viszonylag késői példa, de az 1950-es évek elejéről két doboznyi üvegnegatív landolt nálam, amit én megvásároltam. Az őrségbe vettem meg egy őrségi hölgytől, aki kijárt Ausztriába, Burgenlandba, és egy profi fotónak a negatív hagyatéka, amit én végül neki ajándékoztam a levéltárnak, mert ki tudtam végül deríteni, hogy ki volt ez a fotográfus. Gyanafalváról van szó, azt is meg kellett állapítani, marha nehéz volt, mert a templom csak egyszer szerepel és nem jellegzetes fotón, de sikerült, még orosz katonák is vannak rajta, ugye, mert akkor meg volt szállva Ausztria oroszok által, tehát ebből tudtam, hogy 50-es évek első fele, és gyönyörű. Tehát elsősorban ilyen igazolványfotók, meg páros állóképek, meg hasonló, gyönyörű tiszta rajzolatúak. Csodásak, ilyet ma nem tudnak. Hát ez egy külön mesterség. Ez nagyon érdekes dolog egyébként, az ember tényleg rácsodálkozik, hogy a régi technikával milyen minőségű képeket lehetett készíteni. Erre jó például a te könyved is. És akkor most mondd el nekem, légy szíves, hogy
a könyv borítóján lévő képet miért választottad első képnek, és hogy ennek mi a története? Hát nézd, ennek az a története, hogy... Egy gyönyörű szép fiatal lányt ábrázol, aki most videón nézi a felvételt, látja mögöttem. Így van, így van. Szóval az a helyzet, hogy volt egy fotó fent a neten, mert ugye onnan veszek sok mindent. A legjobb képeket azért azokat magánszemélyeknél lehet venni, de néha előfordul azért a neten is, hát a színje is onnan való. És megfogott az a kis lány. Olyan, nem tudod, ugye megfogott az arca, és akkor rá volt írva, hogy vite kirmuskára emlékezve, stb. De furcsa, nem szoktak ilyeneket felirogatni fényképre. Tehát ez így, és nyomtatva. Szóval ez így nagyon furcsa. És akkor elkezdtem üzenni, nézegetni. Aztán feljutottam az Arcanumra, ugye, amin irdatlan mennyiségű régi újság és egyéb periódika van felrakva, és akkor kiderült, hogy ez 1906-ban, ha jól emlékszem, ez egy országosan ismert tragédia volt. Egy polgári iskolás ünnepély előtt egy kislány be akarta sütni a haját, ez az Irmuska volt, és hát valami légszeszt akart használni a kémia műhelyből, és meggyulladt a ruhája meg a haja, és pánikba esett, és közben ott volt egy kis barátnője is, nekifutott, az is felgyulladt, és hát ő halálosan megégett, a másik kislány, az kórház, azt meg tudták menteni, hogy az milyen maradt, az szegényke őt nem tudom, de a Viteg Irmuska ez meghalt, és ez a kislány ez akkor már mennyasszony volt. Tehát őrletes nagy temetése volt, rengetegen voltak kint, és ma már senki se tudja, hogy ő ki volt, és úgy éreztem, hogy valahol egy kis igazságszolgáltatás jár ennek a gyereknek, hogy ő ilyen borzasztóan járt, és hogy emlékezzünk rá. Arra való fénykép. És akkor tulajdonképpen minden fotóhoz ehhez hasonlóan egy kis történetet is fűzöl. Ez hol a fényképészről szól, hol a fotón szereplő szeméről, hol a környezetről, a berendezésről. Tehát mindig más-más információt osztasz meg az olvasóval. Azért, mert honnan tudom megfogni, tudod? Mert amikor, hogyha van egy név rajta, akkor már van esélyem. Nem mindig sikerül, de van esélyem, hogy kiderítsem, hogy az valójában kicsoda, mi az érdekesség, mi a saját, hogy mondjuk párbajhős volt. Mondjuk, mit tudom én, híres művész volt, mondjuk egy, vagy ott van mit tudom, jó pár olyan színésznő, akik nagyon nevesek voltak, és ma keveset beszélünk róluk, holott kellene. Tehát vagy, mit tudom én, a ruha alapján lehet megfogni, hogy ebből a társadalmi osztályból, akkoriban ez a fajta ruha mit jelentett, hogy Garibaldit vett fel egy, hát ugye ez a magyar szabadság iránti protestálást jelentette például, vagy a fekete magyar, ugye ez a szép sújtásos, amit viseltek. És nem csak nemesek viselték az polgárok is. Meddig volt mondjuk inkább a felső réteg kiváltsága, hogy fotót készítsen magára? Mert aztán tudjuk, hogy a 20. század elején már gyakorlatilag nincsen olyan család, akiről ne készülne legalább életében egyszer egy fotó, és ez még a paraszti világra is egyre inkább jellemző lett. Azt is kérdezted korábban, hogy a papírkép az. Hát nézd, a papírkép a Talbot-IPA-nál már, hát ugye azért már az 50-es években azért Magyarországon is vannak papírképek, sőt, lehet, hogy már kicsit korábban is előfordul, de 50-es évek. Előtte daguerrotip van, az meg hát ugye nem az, és hát gyakorlatilag akkor már azért van papírkép, sőt már próbálják színezni is, vannak rá azért ezek, ugye főleg a talbotípiáknál van ilyen a sópapír, de egész vékony papír, egész érdekesek ezek az eljárások. Fel lehet ismerni, sokszor a festmény szintjéig felfestik ezeket a képeket, De a tapasztalt szem az egyből látja, hogy ez valójában fotográfia. És hát, mit kérdeztél még? Ne haragudj egy kicsit. Hogy mikortól lesz tulajdonképpen általános, hogy, ja, hogy fotózkodhat bárki, mert kezdetben azért ez egy drága mulatság. Hát hogyne, nagyon drága mulatság volt, de azért én azt gondolom, hogy a fotónak a demokratizálódási ideje az körülbelül azért igazából az 1870-es évek vége 80-as évek. Tehát akkor kezd tömegessé az albumin technikával, ami az első igazán népszerű pozitív, negatív eljárás, és nagyon jó minőségű képeket képes produkálni, és tömeges.
Tehát a vizitkártyának a megjelenése, amikor oda nem csak egy sima névjegyet adok, hanem a fotóm is rajtam, hogy ez vagyok én, és hát szeretnék bebocsátást kérni, és beszélni a hölgyel vagy az úrral. Ugye ennek a megjelenésével hát ugye fokozatosan demokratizálódott a dolog, de igazából azért az a tapasztalatom, hogy az 1870-es évek az a fordulópont. Különböző fejezetekre osztod a könyvet, csoportosítod a fényképeket tematikák szerint. Most ezeket így nem sorolnám el, de azért mégsem tudom megkerülni azt, hogy azért híres emberek vagy híres emberekhez kötődő személyek mégiscsak szerepelnek némely fényképeden. Ezekről talán azért érdemes most beszélni, mert ha nem látják is a hallgatók, nézők, elképzelni jobban el tudják talán. Mondanál esetleg egy-két példát, hogy kik azok a személyek, akiknek a története, ha nem is a saját életük története, de mondjuk egy hozzájuk közel álló ismert ember története mindenki számára közismert. Hát persze, Becsera Feri például, ugye kisgyerekként van lefényképezve egy bécsi fotográfusnál, három kutyával. Becsera Feri az egy nagyon jóképű kis srác volt, hosszú haja, azt hiszük, hogy lány, pedig akkor még a fiúknak is sokszor hosszú haja volt. És, majdnem derékig érő haja van. Bizony, és olyan finom arca volt, hogy akár lány is lehetett volna. Hozzá kell tenni, az anyukája is nagyon szép volt. Ez a Helena Baltazi, aki egy görög arisztokrata hölgy volt. És hát Rudolf trónörökösnek, aki ugye Ferenc József és Sziszi egyetlen fia volt, ő is volt barátnője bizony, és aztán ugye később a lánya, Becsera Mária volt a Rudolfnak az utolsó esete rövid életében, ugyanis együtt öngyilkosok lettek, legalábbis ez a fáma, ez volt a hivatalos, de most már ezt egyre inkább kétlik. Hogy ez történt volna, 1889. januárjában történt ez a dolog, egy kastélyban ugye, hogy hát holtan találták mind a kettőjüket. Az volt az izé, hogy Rudolf lelőtt a lányt, aztán magát. De igazából, hogy miért történt ez, és hogy egyáltalán tényleg lelőtték-e Becsera Máriát, ugyanis a 90-es éveknek az elején, ebbe az elég laza korszakban, amikor ugye az egész rendszerváltozás, meg minden történik, akkor Ausztriában is van egy lazulás, és van egy fickó, aki Becsera Máriának fölnyitja a koporsóját, ellopja a koporsóját, Becsera Máriának is fölnyitja. Hát azt is elmondja, hogy az milyen volt. De egy biztos, hogy aztán ezt alaposan patológusok megvizsgálták, és kiderült, hogy szó sincs arról, hogy úgy halt volna meg, mint ami a hivatalos kiadottban van. Közben az is felmerült, hogy a lánynak a bátyja odajött, és esetleg ő ütötte volna agyon Rudolfot, látván a csábítást. Egyébként egy arisztokrata lány hozta össze Rudolfot és a Becsera Máriát. Szóval ennek a vége aztán az lett, hogy a Becsera család természetesen kegyvesztett lett, Becsera Máriát úgy temették el, hogy amilyen gyorsan csak lehetett. Nyilvánvalóan okkal. És hát aztán nagyon érdekes azt látni, hogy Becsera Ferenc 1915-ben még fiatal emberként meghal, mint huszár tiszt az első világháborúban, egy roham közben, amit ő vezet, és arra már a négy Becsera testvérből egy sem él. Tehát ez egy kicsit furcsa, hogy négy testvérből egy sem él, de az édesanyjuk az igen. Uh-huh. Szóval fura. Tehát egy ilyen fotó elindítja a kutatást, a nyomozást, és akkor tulajdonképpen felgöngyölíted a család vagy a hozzátartozó történetét is. Egy nagyon szép fényképet láttam például Blaha Lujzáról ebben a kötetben. Igen. Hát Blaha Lujza vagy... De mások hát, is szerepelnek persze, egyébként, más színészek persze, is. Persze, Zsazsa, Fedák Sári például, de Hegyesi Mari, aki teljesen elfelejtettek, és egy nagyon nagy drámai színésznő volt. Hát Herczeg Ferenc tündérszépnek nevezi Hegyesi Marit az emlékirataiba, és hogy kitűnő színésznő volt. Gyakorlatilag Blaha Lujzának nagyon sok fotográfiája maradt fenn. Még volt, úgyhogy én is gyűjtőtársnak ajándékoztam Blaha Lujza fotót, mert gondoltam, hogy az nincs meg neki, és nekem meg annyira nem.
Gyakorlatilag ő a Népszínműnek volt az utolsó nagy képviselője, és az utolsó nagy partnere az pedig a Pintér Imre volt, amivel átjutunk viszont a gramofongyűjtésnek a területére, ugyanis a Pintér Imre volt Blaha Lujzának az a partnere, akiről nagyon sok gramofon felvétel készült, még idős korában, 30-as években is. Van vele például Betlehemes, tehát ilyen karácsonyi lemezem is. Tehát neked is van. Hogy ne volna. Értem. Most abból, amiről eddig beszéltünk, úgy tűnhet, mintha csak portréfotókat gyűjtenél, de nem. Azért szerencsére készülnek egy idő után, amikor már könnyebb a technikát megvalósítani, és könnyebb egyáltalán fotót készíteni, nem kell hosszú ideig mereven állni mozdulatlanul a fényképen szereplőnek, akkor már készülnek spontánabb felvételek is, sok szereplős utcán, tehát műtermen kívül, szabadban, és így tovább. Ezek közül kiemelnél-e egyet-kettőt, ami számodra különösen fontos? Volt egy nagyon szép erdélyi anyag, egy dél-erdélyi anyag, ahol egy család az idős édesanyával és a lánytestvérek, fiútestvérek valószínűleg, szerintem ez egy köznemesi család lehet, és akkor ott lehet látni az enteriőröket, a szobabelsőket, ahogy ezek beszélgetnek, ahogy ezek az ebédlőbek kártyáznak, végtelenül kedves, és ezek mondanak el a legtöbbet az emberekről. Tehát amikor valaki beáll, főleg a nagyon korai fotóknál rettetes mereven, mert hosszú az expozíció, akkor az teljesen más, mint ezek a felvételek. A másik ilyen sorozat, az Szombathelyen sikerült összeszedni, még szegény kis Gyula bácsi régiségboltjában, ami hát egy csodálatos antikvárium volt, ott szembe a Püspöki palotával az utcasarkon. Gyakorlatilag ő valahogy megszerzett egy fotósorozatot, mint kiderült 1906-ból, megint 6, és egy légrádi állomás főnök mindennapjai a századfordulón. Ott is láthatunk szobabelsőket, a családot, hogy zongoráznak, hallgatják, beszélgetnek, hogy ünnepel a többi beosztottal, ahogy a szódát felrázzák, de nem csak ez, hanem gyönyörű környékbeli tájakat, de szerintem még talán balatoni fotó is van. Aztán ténylegesen például parasztlányokat onnan a környékről, hogy milyen volt az akkori viselet ott. Valószínűleg egy etnográfus nagyszerűen meg tudná határozni. Aztán hát gyakorlatilag az egész élete benne van. Barátok, rokonok, gyönyörű részletek, kis parasztlányok egy kis pataknak a partján játszanak, valamit ott a vízbe keresnek. Olyan környezet, ami ma már nincs. Az érdekelne még, hogy mivel ez a kötet tulajdonképpen csak egy kis töredékét tartalmazza a te gyűjteményednek, hogy tervezed-e, hogy esetleg többet is nyilvánosságra hozol majd a jövőben azokból, amelyek a birtokodban vannak? Az a helyzet, hogy ennek lehetne egy bővített kiadását csinálni, hogyha lesz értelme, mert tegnap is jöttek. Tehát tegnap jött 4 vagy 5 felvétel, ezek közül több nagyon korai Knébel Ferenc. Uh-huh. Zalaegerszegről jöttek át a fényképek, visszagyűjtek Szombathelyre, és ezek között az egyik színezett festett, egyértelmű egy magyar, fiatal magyar nemes urat ábrázol. Nagyon szépek ezek a felvételek, állandóan gyarapszik, minden gyűjtemény gyarapszik. Én nem zárkózom volna mit. Na most tehát elképzelhető, volna mit, persze. Hogy lesz erre még persze lehetőség. Nagyon örülnénk neki egyébként. Köszönöm szépen. Befejezésül én megint csak Fogarasi Klárát, fotótörténészt idézném, aki azt írta a könyved előszavában, akik végiglapozzák az albumot, mesékbe ágyazott időutazáson vehetnek részt. Tehát akinek kedve van egy ilyen hasonló időutazáshoz, mint amit most mi szóban megejtettünk, de nyilván képeket nézegetve még izgalmasabb lehetne, azoknak szeretettel ajánljuk a könyvet Régi fotográfiáim Tóriai Waltertől. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A kedves nézőknek és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, kövessék ezután is a Patent műsorait. Én búcsúzom, viszontlátásra, viszonthallásra.